Mukácsi Mihálynak a Poros út című kompozícióiból két példány ismert, pontosabban két különböző verzió, ez az egyes, Poros út 1, ez készült korábban, majdnem biztos, hogy 1874-ben. Azt látjuk, ahogy az alföldi pusztán, az alkonyati fényben a kocsi fölveri a port, a por szemcséken megcsillan a napfény, és tényleg az egész ad egy nagyon varázslatos, mondanám azt, hogy nyári, alföldi hangulatot, van benne bizonyos sejtelmesség is, és ami jellemző Munkácsinak itt a korai tájképeire, hogy eléggé vastagon van festve. Mozgatja az ecsetet, a festéket. A későbbi tájképei, például a Poros út 2 is, azok már fatáblára készültek, nagyon vékony festékréteggel, szinte lehelet finoman dörzsöli csak el az anyagot. A korai tájképei, mint ez is, még egy más stílushoz kapcsolódnak. A kép Munkácsi Mihály tulajdonában volt hosszú ideig. 1881-ben adta át Charles Sedelmeyernek, aki mondhatnánk azt, hogy Munkácsiból világsztárt csinált. Tehát a kép 81-ben a Sedelmeyer gyűjteménybe került, és egészen 1921-ig ott is volt. Ekkor Sedelmeyer árverésre bocsátotta a gyűjteményének bizonyos darabjait Budapesten, és akkor a 921-es árverésen került Vida Jenő tulajdonába, és ő nála volt Vida Jenőnél egészen 1944-ig. Tragikus év volt, Vida Jenőt elhurcolták zsidó származása miatt, meg is halt Auschwitzban, a kép pedig ott ragadt a Szépművészeti Múzeumba, a restitúciós folyamat során a 2000-es évek elején Vida Jenő örökösei ezt a képet visszakapták, árverésre bocsátották, aukciós rekord született több százmillió forintos leütési árral, és egy olyan jó 11 néhány éves magángyűjteményi történet után most került a Magyar Nemzeti Bank értéktár programjának a keretén belül ismét a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe vissza. Munkácsi tájképe 1874-ben egy egészen új szemléletet képvisel, hogy viszonylag nagy méretben, mégis ilyen vázlatos formában tartja meg a képet, tehát nem annyira a táj konkrét, mondjuk úgy, hogy topográfiai karakterét akarja megragadni, hanem a tájnak a hangulatát. De ma már látjuk, hogy a 70-es évek magyar tájképfestészetében ez kifejezetten egy úttörő és újszerű darabnak számít.